A civilek között a tavalyi 5,9 milliárd forint után idén 7,7 milliárd forintot osztanak szét. Ennyivel nőtt a pályázati keretösszeg, mondta a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Ami egy jelentős, tehát majdnem 2 milliárdos többlet, ami azért van, mert az egy civil százalék, amit az ember magánszemély, civil szervezetek nem ad oda, az felgyülemlik a NEA-ban, és utána civil pénzként hasznosul. Tehát a NEA-ban a kollégiumokon keresztül civil célra használódik fel. Megbecsüli és együttműködik a civil szervezetekkel a Tolna megyei önkormányzat, mert tevékenységeik által építik Tolna megye közösségét. Erről már a Tolna megyei önkormányzat alelnöke beszélt. Civil szervezeteknek az a érdeklődési preferencia irányultság, ami mentén szerveződnek, az mindenképpen egyedülálló és olyan tapasztalatra és tudásra tesznek szert, amivel a közösségeinket tudjuk építeni, és ezt a Tolna megyei önkormányzat észrevette. Ezért számos megyei programba vonta be a civileket a megyei önkormányzat, mint például a helyi klímastratégia kialakításába, a foglalkoztatási paktum működtetésébe, az értéktárbizottságok működésébe. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere köszöntőjében ugyancsak rávilágított arra, hogy több eszközzel támogatja a város a helyi civil szervezetek működését. Például több szervezetnek kedvező áron biztosítanak helyszínt akár a Babits Mihály Kulturális Központban, akár a Sportközpontban. A másik jelentős támogatási forma a város éves költségvetésének több mint a 2%-át fordítja pénzbeni és természetbeni formába a civil szervezetek működésére a város vezetősége.